Miközben állandósult a harci helyzet a rommá előtt Bakhmutnál, amelyet az oroszok hónapok óta hiába próbálnak elfoglalni a Dunyecki térségben, tovább érkeznek a nyugati segélyek Ukrajnába. Norvégia héten teherszállító repülőgéppel juttatott el 8 Leopard 2-es harckocsit a háborús újtott országba. A NATO főtitkára üdvözölte a Norvég felajánlást. Norvégia jelentős pénzügyi, humanitárius és katonai segítséget nyújt Ukrajnának, ami légvédelmi rendszereket, harckocsikat, tüzérségi lőszert és ukrán katonák kiképzését foglalja magába. Továbbra is biztosítanunk kell Ukrajnának mindent a győzelemhez, mindaddig, amíg csak szükséges, jelentette ki Jens Stoltenberg. A NATO főtitkár üdvözölte, hogy Törökország és Magyarország kész ratifikálni Finnország felvételét a katonai szövetségbe, de hozzátette, hogy Svédország csatlakozása szintén prioritást élvez, mint mondta az új tagok révén a NATO erősebb lesz.